Testületi ülés Terézvárosban. A Szovjetunióba hurcoltakra emlékeztek a 6. kerületi Derkovics Gyula általános iskolában. Elismerések Terézváros kiválóságainak a főváros napján. Magyar gyerek járjon magyar iskolába. Programok a Bajza utcai általános iskolában. Nyílt nap a 6. kerületi Szinyei Merse Pál gimnáziumban. 140 éves a Zeneakadémia. Konferencia a Király utca jövőjéről. Nemzetiségi kavalkád az 5-ös 10-ben. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. November 15-én tartotta soron következő ülését Terézváros képviselőtestülete. A nyílt ülésen több mint 40, és a zárt ülésen több mint 10 téma volt napirenden. Tárgyalták többek között a parkolási és a piacrendelet módosítását, a 2016-os helyi adókat, és döntés született a Szív utcai óvoda új vezetőjének személyéről, a kerületben működő civil szervezetek támogatásáról és az LP Media Kft. Együttműködési szerződéséről. A testület döntése szerint 2016-ban is az eddig meglévő telek, építmény és idegenforgalmi adóval kell számolni a kerületben élőknek. Az adó mértékét nem emelik, és új adókat sem vezetnek be. Változott ugyanakkor a telekadó megállapításának módja, amely a jövőben érték alapú lesz. Nem változik ugyanakkor a lakosságot leginkább érintő nyitvatartás. A piac továbbra is hétfőn reggel 7-től 17 óráig, 2-től péntekig pedig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14 óráig várja a vásárlókat. A Szív óvoda eddigi vezetője, Etelakin és Alkadi Gabriella december 27-ével nyugdíjba vonul, így az állásra pályázatot írtak ki. A három jelentkező közül a képviselőtestület Szakácsné Nagy Zsuzsannának szavazott bizalmat. Az új vezető megbízatása 5 évre szól. A korábban adósságcsökkentési, új nevén hátralékkiegyenlítő támogatást tette indokoltá, hogy a kerület együttműködési megállapodást kössön az Elművel és a Tigázzal is. A támogatás legfeljebb 300 ezer forint összegű lehet. Folyósítása havi részletekben történik az arra jogosult személyek számára. A kerületben működő civil szervezetek számára a testület az idén második alkalommal szavazott meg 4 millió forintos támogatást. A második fél évben összesen 27 szervezet, közöttük 8 alapítvány, 2 egyház, 16 egyesület, 1 gazdasági társaság nyújtott be pályázatot különböző mértékű támogatásra. A testület döntött arról is, hogy az idén december 17-én csütörtökön 17 órakor közmeghallgatásra várják a kerület lakóit az 5-ös 10 kulturális szintér dísztermébe. Itt az önkormányzat vezetése beszámol az elmúlt időszak eredményeiről, és a helyi ügyekben kérdéseket, javaslatokat tehet a lakosság is. Vizer Lászlóné, DK képviselő azt kezdeményezte, hogy a kerület azonnali hatállyal mondja fel a televíziós műsorokat gyártó LP Media Kft.-vel érvényben lévő szerződést. A hatos csatornát üzemeltető cég rendszeresen beszámol a Terézvárosban történtekről, ám a képviselő véleménye szerint a tárgyilagosság, pártatlanság és az arányosság elvei nem érvényesülnek a jelenlegi gyakorlatban. A testület tagjainak többsége rövid vita után továbbra is bizalmat szavazott a televíziós híradásokat gyártó cégnek, így szerződésüket nem bontják fel. 60 Csaba képviselő indítványára a közelmúltban vizsgálatot folytattak le a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdálkodását érintően. A képviselő információi szerint ugyanis a neurológiai osztály teljesítmény adatai évről évre jelentősebb veszteséget mutattak. A tesztnél lefolytatott vizsgálat ezzel ellentétes eredményeit a testületi ülésen dr. Mayer Ákos orvosigazgató is megerősítette. Mint mondta, működésük nem veszteséges,
és ezt az arra hivatott felügyeleti szervek rendszeresen, folyamatosan ellenőrzik. Így feltételezhető, hogy a képviselő pontatlan adatokat, információkat kapott. A képviselőtestület a most novemberi testületülésen, mint ahogy minden novemberben szokta, döntött a következő évi adónemekről. Ugyanazok az adónemek lesznek 2016-ban is, mint amelyek 2015-ben voltak. Az idegenforgalmi adó, a telekadó és az építményadó, ezen kívül terézmáros új adónemet, hogy korábban sem, most sem vezet be. Az egyetlen jelentős változás az, hogy az eddigi négyzetméter alapú telekadózáson most változtatnánk egy új koncepció alapján az értékalapú adóztatás mellett döntöttünk. Ezen a képviselőtestületi ülésen személyi döntéseket is hoztunk. Régi új vezetője van és lesz az 5-ös 10 kulturális szintérnek, a Terézvárosi Foglalkoztatás Elősegítő Nonprofit Kft.-nek, a Terézváros újság főszerkesztői posztján sincsen váltás, és hát új vezetőnőt köszönhetünk a Szív Óvoda vezetői székében. Abban a szempontból is érdekes volt most a testületi ülés, hogy beruházási döntésekről is, illetve beruházásokról is született döntés. Ezek közül kettőt feltétlenül szeretnék kiemelni. Az egyik a Lendvai utcai játékvárovodának, a homlokzatának és nyilázalóinak teljes körű felújítása, ami nem csak egy egyszerű homlokzatfelújítás lesz, hanem miután ott különböző rajzokat, falrajzokat is találtunk, ezeket meg fogjuk rekonstruálni, és egy több száz négyzetmétert felülelő homlokzati restaurátori munka is el fog készülni a homlokzatfelújítás végén. A másik dolog pedig a térköz 2 pályázathoz kapcsolódóan, ugye ez a nyugati térskálmetó előtti terület megújításának a második, bár jelentősen kisebb ütemét jelenti, de itt is 14 millió forintos támogatást nyertünk a fővárosi önkormányzattól. Most az önerőről is döntést hoztunk, úgyhogy egy összességében a tér további fejlesztésre mintegy 24 millió forint fog rendelkezésre állni, és ezt ha minden jól megy, akkor a jövő tavasszal erre vonatkozóan támogatási szerződést is tudunk kötni, és a munkát haladéktalanul meg fogjuk kezdeni. A Szovjetunióban volt magyar politikai rabok és kényszermunkások szervezete, a Szórakész, és a Gulág Emlékbizottság ünnepségét a Terézvárosi Derkovics Gyula Általános Iskola udvarán tartották november 21-én. Ebben az épületben volt ugyanis 1945 és 1948 között a szovjet állambiztonság börtöne. Az ünnepségen részt vett a túlélők mellett Orbán Viktor miniszterelnök, Boros Péter volt miniszterelnök, Hassai Zsófia Terézváros polgármestere, Pap László Terézváros alpolgármestere és számos meghívott vendég. A kegyeletteljes megemlékezést néhány DK-s aktivista politikai transzparensekkel próbálta megzavarni. Bencer Erzsébet, a Szórakész elnöke, a megemlékezés helyszínéről szólva azt mondta: a szovjet megszállás után minden emberi joggal szemben óriási igazságtalanságok történtek e börtön falai között, amiért az akkori magyar kommunista szimpatizáns hatóságok is bűnösek voltak. Ma már egy óvodában is tudják, hogy magyar hatóságok hivatalos közreműködésével szedték össze a zsidónak minősülő személyeket a II. Világháború vége felé, és erre nincs bocsánat, fejtette ki, felhívva a figyelmet azonban arra is, hogy ugyancsak magyar hatóságok közreműködésével vittek el a Szovjetunióba bírósági ítélet nélkül, csak gyanú alapján osztályidegenként magyar hazafiakat. A gulágot túlélők évtizedekig nem beszélhettek arról, mi történt velük.
Azzal azonban, folytatta, hogy az országgyűlés 2012-ben a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává nyilvánította november 25-ét, merőben megváltozott a helyzet. Így ma már a kormány és a történettudomány képviselőivel közösen emlékezhetnek. A Szórakész elnöke szavait azzal zárta, hogy mindennek ellenére a nemzet nagy sikere a mai nap. Élünk, itt vagyunk, feldolgozzuk a múltat, és nem hagyjuk megismétlődni a gyalázatot. Azért vagyunk ma itt, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. Az egész nemzet nevében emlékezünk a meghurcoltakra, fejet hajtunk az elhunytak előtt, kifejezzük tiszteletünket a hazatérteknek, és vigyázunk a még élőkre. Ma ennyit tehetünk, és ennyit tennünk is kell. Emlékezzünk azokra, akik életüket adták a hazáért, és azokra is, akik emberi és polgári jogaiktól megfosztva idegen földön, hazájuktól több ezer kilométerre embertelen, megalázó körülmények között végeztek kényszermunkát. Orbán Viktor beszédében azt mondta, amikor a nemzeti szocializmus őrült gondolata háborúba rántotta a világot, és a megrodgyant nyugati világ felismerte, hogy a léte forog kockán, szövetségre lépett egy másik őrült gondolattal, a nemzetközi szocializmussal, a kommunizmussal és annak gazdájával. Így tört be a szovjet világ Európába. Saját biztonsága fejében a nyugat végül tálcán nyújtotta át a Szovjetuniónak Európa szabadság szerető népeinek jelentős hányadát, fogalmazott a kormányfő. Hangsúlyozta, az egész nemzet nevében emlékezünk a meghurcoltakra, fejet hajtunk az elhunytak előtt, kifejezzük tiszteletünket a hazatérteknek, és vigyázunk a még élőkre. A gulág táboraiba sok százezer magyart szállítottak a Kárpát-medence minden részéről. Hadifoglyokat, civileket, politikai elítélteket, idézte fel a miniszterelnök. Hozzátéve, az 1944 őszétől 1948-ig elhurcoltaknak csak mintegy ötöde élte túl a megpróbáltatásokat. Mindezt egy Európában született őrült gondolat hozta létre, mutatott rá. A megemlékezés után a résztvevők megkoszorúzták az iskola, az egykori börtön falán lévő emléktáblát, majd kegyeleti séta indult a Terrorháza múzeumhoz. A fővárosi közgyűlés 1991. március 21-i döntése értelmében a főváros ünnepnapja november 17-e. Annak emlékére, hogy 1873-ban ezen a napon egyesült Pest, Buda és Óbuda. Az egyesítés 142. évfordulója alkalmából ünnepséget tartottak a régi városháza dísztermében, ahol Terézváros kiválóságait is kitüntették. A mai önkormányzati percek vendége Jónyer István, világ- és Európa-bajnok, többszörös magyar bajnok asztali teniszező, Terézváros díszpolgára.
Akik ma elismerést kapnak, azok tetteikkel, erkölcsi vállalásaikkal gazdagabbá teszik a várost. Emelte ki Tarlós István Budapest főpolgármestere. A főváros mindig csak úgy fejlődhetett, hogy voltak kimagasló egyéniségek és hazafias elkötelezettségű emberek, akik saját munkájukat a közösség javára fordították. Így pedig követendő példát nyújtottak. Olyan polgárok, akik hosszú éveken, évtizedeken át kitartó munkával közösséget teremtettek és erősítettek, maradandót alkottak, tette hozzá Tarlós István. Nagyon büszke vagyok, hogy ebbe a csodálatos épületbe és terembe négy terézvárosi személy is vehetett ma át kitüntetést. Terézvárosi személy, illetve terézvárosi kötődésű, terézvárosi intézményt vezető személyről beszélek. Először is Schmidt Máriát említeném meg, aki mindenki tudja, a terrorháza vezetője, kiválóan vezeti az intézményt, és ezúttal ezt egész Budapest szinten, sőt az országba is elismerik. Aztán a díszpolgárunk, Jónyer István vehetett át, szintén pro urbe kitüntetést a főpolgármester úrtól. Őt mi is már évek ezelőtt elismertük a sport teljesítménye miatt, és egyébként is a közösségépítő szelleme miatt, amivel nagyon sok hatodik kerületinek mozgást és boldogságot is okoz egyúttal, és reméljük, hogy ez még sokáig így lesz. A másik híres terézvárosi, sőt országos szinten híres intézményünk vezetőjét, az Operaház vezetőjét, Okovács Szilveszter urat is kitüntették ma a javaslatomra, aminek külön nagyon örülök. Hát szintén csak minden szépet és jót tudok elmondani, sőt még kiemelném azt is, hogy ugye az opera és az önkormányzat például a szeptemberi Andrássy úti koncertek miatt nagyon jól együttműködik, ez így is volt, és remélem, hogy a jövőben is így lesz. És hát végül, de nem utolsó sorban Horváth Zoltán atya, a Szent Teréz templom plébánosa is kapott ma kitüntetést. Zoltán atya szintén a kerület díszpolgára, és már évek óta nagyon büszkék vagyunk rá is, és a többiekre is. És Zoltán atyára külön azért, mert nem csak Terézvárosban, hanem szintén már a környező településekben is ismerik, tudják, hiszen olyan közösségépítés folyik a templomba a kirándulásokkal együtt léttel, ami fantasztikus, és minden tiszteletet megérdemel. Valamiért úgy érzem, hogy Terézváros felől jött az előterjesztés, és nagyon köszönöm is. Mindazonáltal a maga a 131 éves intézmény bizonnyal megérett már erre. Én még úgy érzem, nekem még ezért visszafeldolgoznom kell. Úgyhogy ebben megnyugodva, a további munkában megnyugodva köszönöm a kitüntetést. Határon túli magyar nyelvű iskolákba iratkozó diákokat is támogatja Terézváros. A napokban a Rákóczi Szövetség munkatársaival együtt a Horvátország északi részén lévő Laskó, Várdaróc és Kopács települések kisiskolásaihoz látogatott el Bundula Csaba, Terézváros alpolgármestere, hogy találkozzon a gyermekeket magyar iskolákba beirató szülőkkel, és átadja az egyenként 10.000 forintos ösztöndíjakat. Mindhárom helyen örömmel fogadták a Rákóczi Szövetség és a főváros 6. kerületének képviselőit, hiszen az igen szerény körülmények között működő intézményekre és az itt tanulókra is minden támogatás ráfér. A Bajza utcai általános iskolában mindig zajlik az élet. Ezúttal két kiemelkedő programon is részt vehettek az iskola tanulói. A nagy hagyományokkal bíró iskola kóstolgatás a leendő elsősöknek, és a Dunabogdányba látogató diákoknak a Márton nap is tartogatott meglepetéseket.
Az idén a Mártonnap rendhagyó módon telt a Bajza utcai általános iskolában, ugyanis nem az iskola falai között ünnepeltek a diákok. A Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával Dunabogdányba utaztak, ahol átélhették, hogyan ünnepli ezt a napot egy igazi, sváb hagyományokat őrző falu. A rendezvényen 4 évfolyam németül tanuló diákjaival, azaz 54 tanulóval és 5 tanárral vehettek részt. A Bajza utcai általános iskolában minden évfolyamon nemzetiségi osztályokban folyik a német nyelvoktatás, így természetes, hogy fontosnak tartják a nemzetiségi hagyományok őrzését, megünneplését. A mártonnapi kiránduláson a tanulóknak lehetőségük volt kikapcsolódni, és a helyi általános iskola műsora után igazi kis ünnepi hangulatú lámpásokkal felvonulni. Tábortűz, forró teja, Márton sütik fogyasztása a csillagos éj alatt. Szóval minden adott volt a felhőtlen szórakozáshoz. Az iskolában lassan 15 éve tartanak iskolakóstolgató foglalkozásokat. Amikor elindították ezt a programot, a cél az volt, hogy megkönnyítsék az óvodából iskolába való átmenetet a gyermekeknek. A tanév folyamán 2-3 alkalommal szerveznek foglalkozásokat azoknak az óvodásoknak, akik a következő szeptembertől már iskolások lesznek. A kicsik bejöhetnek az iskolába, ismerkedhetnek az épülettel, a tanárokkal, személyes kapcsolatba kerülhetnek leendő tanítójukkal. Sok munka, tervezés előzi meg az iskola kóstolgatókat. Az óvodáskorú gyerekeknek megfelelő érdekes, vidám programokat állítanak össze a tanulók. Játék és kézműves foglalkozásokat tartanak. Az iskola diákjai nyelvi bemutatóval kedveskednek, és zenei műsort mutatnak be. Így a kicsinyek és szüleik a találkozás után könnyebben dönthetnek az iskola választásról. Nyílt napot tartottak a Terézvárosi Szinyei Mersepál gimnáziumban, ahol a következő év diákjai betekinthettek az intézmény hétköznapjaiba. Különleges eseményként biológiai és kémiai bemutatókon is részt vehettek a látogatók. Terézvárosi Szinyei Mersepál gimnázium most már évek óta szervez nyílt napot 8. osztályos tanulóknak, illetve a szüleiknek, hogy kis betekintést nyerjenek a középiskolánk világába. Ez leginkább egy ilyen hangulati, benyomásszerű élmény köteg lesz. Igazgatóra aztán tart egy értekezetet, amikor pontosan mondja az egyes osztályok szolgáltatásai, tagozatait, de mégiscsak más egy diák el tud jönni a gimnáziumba, körül tud nézni, be tud ülni egy órára, ők választhattak, hogy milyen órára regisztrálják magukat és vesznek rajta részt. Iskolánkban nagyon régóta működik biológia-kémia tagozat, nagyon komoly hagyományai vannak ennek a képzésnek. Az iskolánkban laboráns van, terepgyakorlatokat szervezünk, számos versenyen vesznek részt a diákjaink biológiából és kémiából, ezért ennek a nyílt napnak az egyik jelentős eseménye, hogy a biológia előadóteremben a 8. diákok, illetve szülei körül tudnak nézni, kísérletekben vehetnek részt, kicsit beletekíthetnek abban nagyon komoly munkába, amit 4 évig zajlik, aminek a vége rendszeresen az, hogy az orvosi egyetemre, állatorvosi egyetemre, kertészeti egyetemre tudnak ezek a diákok bekerülni. Ez a workshop, ami a biológiában van, egy igazi élmény, sétálja ennek a nyílt napnak, és ilyen módon próbáljuk a jelentkezők számát bővíteni, remélve nagyon sok jó tanuló diák, aki biológiából, kémiából eddig is sikeres volt és érdeklődő, ebbe az osztályban nyer majd felvételt. Thank you.
140 évvel ezelőtt, 1875. november 14-én indult el a Liszt Ferenc Zeneakadémia első tanéve. És vele az a fordulatokban gazdag történet, amelynek során előbb Liszt Ferenc haltéri bérházában, a ma régi zeneakadémiaként ismert Andrássy út is a Rockházban, majd a Liszt Ferenc téri szecessziós zenepalotában iskolateremtő művésztanárok és kivételesen tehetséges tanítványok tették világhírűvé a magyar zenekultúrát. A Zeneakadémia örökségéhez nem kevésbé jelentős mértékben járultak hozzá a nagyterem színpadán megforduló nemzetközi csillagok fellépései. Világszínvonalú oktatás és koncertélet kettőse. Ez az a Liszt örökség, amelynek szellemében a fennállásának 140. évfordulóját ünneplő Zeneakadémia működik. Stábunk ez alkalomból a régi Zeneakadémia ünnepi koncertjén forgatott. A Terézvárosi Magazin vendége Csonka András, a Zeneakadémia kulturális igazgatója lesz. Tudósítások szerint a 140 évvel ezelőtti megnyitón is érezhető volt az a bensőséges légkör, amelyet szeretne visszahozni. Noha a Zeneakadémián ma már több mint 150 tanár oktat, csak nem 800 diákot. Olvashatóak a zeneakadémia.hu-n Víg Andrea, a Zeneakadémia rektorának szavai. A Zeneakadémia szó a magyarok számára nem pusztán egy oktatási intézmény típust jelent. Azért írjuk nagy zével, mert 140 év alatt az intézmény valódi legendává vált. A Zeneakadémiára már csak azért is szükség van, hogy legalább egy hely legyen Magyarországon, ahol a harmónia játszik főszerepet. Idézte Erkel Ferencet Batta András, a Zeneakadémia baráti körének új elnöke, az intézmény korábbi vezetője. Mint emlékeztetett, a Zeneakadémia az elmúlt években nagyon sokat kapott. Az intézmény 14 milliárdos beruházással született újjá, így mára mind tartalmában, mind infrastruktúrájában világszinten is egyedülálló. A Zeneakadémia 140 éves ünnepére gyűltünk ma itt össze a régi Zeneakadémián, amelynek csodálatos környezetében minden a zenéről szól, és mindent a zene hatát, hiszen 5 éven keresztül haláláig Liszt Ferenc itt élt, aki a Zeneakadémiát megalapította, és nevelte, és neveltette, és azóta is nevelődnek ott azok a csodálatos és tehetséges emberek, akik aztán ezt a múltat, ezt a hihetetlen zenei tudást viszik a világba, és a magyarok hírnevét és a saját tehetségüket mutatják meg. Úgyhogy ez egy rendkívül megható helyszín, és azt hiszem, hogy nincs olyan ember, aki, ha ide belép, ne a zenére gondolna, ne a zenét hallaná, és ne Liszt Ferencre emlékezne. László alpolgármester képviselte Terézvárost a Kultunió és a Király utca jövője címmel a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott BUM, azaz Bevásárló és Tematikus utcák Non-Profit Kft., valamint a Kultunió Alapítvány és a Király utca Design utca klaszter által november 16-án megrendezett tematikus konferencián. A rendezvény a felkért előadók segítségével és az érintettek bevonásával igyekezett reális képet adni a nagymúltú utca jelenlegi helyzetéről, és megoldásokat keresni a meglévő problémákra. Lantos Péter, a 7. kerület főépítésze a Király utca jövőjét illetően az egyik legnagyobb gondnak nevezte, hogy az épületek érdemi felújítására óvatos becsések szerint is 800-900 milliárd forintra lenne szükség, amely összeggel a társasházak magántulajdonosai nem rendelkeznek. Álláspontja szerint belátható időn belül elkerülhetetlen lesz a vendéglátás terén kialakult vadhajtások megnyírbálása. Szavai szerint Erzsébet város önkormányzata
a jelenlegi trendet az életképes kezdeményezések támogatásával kulturális irányba szeretné elmozdítani. Pap László, Terézváros alpolgármestere előadásában hangsúlyozta. Terézváros önkormányzata a kerületben élő mintegy 38 ezer emberből álló közösséget képviseli, értelemszerűen a Király utcában is elsődlegesen a lakók védelmében lép fel. Mint mondta, a Király utcában az elmúlt esztendőkben uralkodóvá vált kocsma turizmus komoly kihívást jelent az önkormányzat számára. A vendéglátás eme sajátos ágához kapcsolódó jelenségek kezelése pedig jelentős nagyságrendű anyagi forrást igényel. Az itt élők érdekében meghozott intézkedéseket sorolva kiemelte. Terézvárosban van az ország egyik legszigorúbb csendrendelete. Az önkormányzat megerősítette a közterületfelügyeletet, nem csak fővárosi, de országos szinten is kiemelkedően magas összeggel, évi 110 millió forinttal támogatja a kerületi rendőrkapitányság munkáját. Hozzátette, ebből az összegből 40 millió forintot emészt fel az esti és éjszakai járőrözést végző rendőrök túlmunkájának finanszírozása. A köztisztaság fenntartása ebben az órában emberfeletti feladat. Az önkormányzat a hétvégi takarításról is gondoskodott. Az alpolgármester szólt arról is, hogy az önkormányzat az itt tevékenykedő vállalkozások tevékenységét is igyekszik törvényes mederbe terelni. Bővebb információt a www.terezváros.hu oldalon olvashatnak. Az Ötvös 10 közösségi és kulturális szintérben felvillantva mi mindennel járul hozzá a kerület kulturális értékeihez, nemzetiségi kavalkád címmel a telézvárosi bolgár, görög, német, örmény, roma, ruszin, szerb, szlovák nemzetiségi önkormányzat mutatta be népe táncait, hagyományait, népdalait. A nézőket és a fellépőket Simon Fimárta, Terézváros alpolgármestere köszöntötte. Minden népnek van egy saját, csak rá jellemző világa, amely tájakból, színekből, viseletből, hagyományokból, szokásokból, tárgyi és lelki motívumokból, ízekből, illatokból áll össze. A nemzedékek során létrejött örökséget ápolni és gyarapítani kell, s megőrizve, megújítva tovább kell adni, hangsúlyozta rövid beszédében az alpolgármester. Ahogyan az elmúlt 1000 évben a magyar történelmet, kultúrát, az itt élő többségi és kisebbségi nemzetek együttes története gazdagította, úgy Terézváros több évszázados építészeti, tárgyi és szellemi öröksége is az itt élő elődök munkájának, művészetének köszönhető, jelentette ki. Az adott kor legmagasabb szintű tudását és igényességét, az alkotók egyéniségét, népi, nemzetiségi, felekezeti kultúráját őrző alkotások sokasága formálta Terézvárost világörökségi rangra emelt polgári környezetté. Olyan közeggé, ahol megteremtődött, otthonra lelt és megmaradt a minőségi kultúra, fűzte hozzá. Kiemelte, az önkormányzat elnyerhető forrásokkal támogatja a nemzetiségek rendezvényeit, programjait, és az Ötvös 10 kulturális központon keresztül örömmel ad ezeknek az eseményeknek helyet. Egy-egy ilyen est közelebb hozza a kultúrákat egymáshoz, elősegíti, hogy még jobban értsük és értékeljük egymás hagyományait, érzéseit, mentalitását. Hozzájárul egymás tiszteletéhez, megbecsüléséhez és szeretetéhez, hangsúlyozta Simon Fimárta. Nemzetiségi nap, hihetetlen öröm, és most már nem is tudom, hogy hányadik alkalommal, de sokat szóra itt az Ötvös 10-ben, akik mindig helyszínt adnak neki, az önkormányzat támogatja őket, mindezt azért, hogy vigyázzanak arra az örökségre, amit visznek, hordoznak, és reméljük, hogy továbbadnak. Itt, amikor kijöttünk a színfalak mögött, és láttam azt a sok-sok fiatal, gyönyörű gyereket, akik népviseletben voltak,
és ténylegesen felemelő és boldogság, hogy fiatalok viszik ezt hangban, zenében, versben és viseletben. Kedves nézők, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. Találkozunk egy hét múlva ismét a szokott időben, addig is minden jót, a viszontlátásra!